Lakossági fórumot tartottak az Üllői Városházán a leendő központi lőtér tervezett megvalósítása miatt. A lakosság nagy érdeklődést mutatott, hiszen nagyon sokan vettek részt a tájékoztatón, ahol Kisné-Szabó Katalin polgármester, dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, dr. Bacskó Levente az ST Lövész Sportegyesület jogi képviselője, és Sáránszky Péter, a Hungaroring ügyvezetője is részt vett, akik tájékoztatták a jelenlévőket az aktuális helyzetről. Először is szeretném megköszönni a lakosságnak, hogy igen sokan részt vettek, és ennek én nagyon örültem, hiszen ennek az egész lakossági fórumnak a célja az volt, hogy maga a kivitelező, aki esetleg megépítené a lőteret, és országgyűlési képviselőnk is, ugye itt volt ezen a fórumon, és szerettük volna kérni a részletes tájékoztatót képviselőtársaim felé, és illetve a lakosság felé is, hiszen anyagaink voltak, de mi azt vártuk, hogy ők nyilatkozzanak, hiszen az eddigiekben még nincs sem építési engedély, semmi arra a területre vonatkozólag, hiszen nem is lehetett, mert a szabályozások ezt nem engedték. Tehát elhangzott a bizonyos lakossági fórumon a kivitelezőtől, hogy polgármester asszony elviekben támogatta ezt a beruházást. Hát kérem szépen, az elején természetesen támogattuk, hiszen a Maglódi úton 1 kilométerre van a lőtér, ami bizony az ottani lakosokat kellőképpen tudja zavarni, holott egy fantasztikus sporttevékenységet végeznek. És tényleg összehoztam őket, és elképzelésem szerint ugye Üllő, Ócsa és Felsőpakony közigazgatási határán lenne körülbelül ez a beruházás, tehát jóval messzebb, 5-6 kilométer a lakosságtól. Ezt az elvi támogatást különböző pontokhoz fűztük, aminek a vizsgálatát ugye meg kellett tenni. Tehát a képviselőtestület egyszer nem ülésezett, és nem döntött úgy, hogy igenis, mi ezt támogatni fogjuk, hanem kértük, hogy miket vizsgáljanak felül. Ráadásul nekünk is az volt a feladat, hogy a vadásztársaságokkal, az Állatorvostudományi Egyetemmel, az itt élő lakosokkal egyeztetve próbáljuk átgondolni a lehetőségeket. Hát nem nagyon jutottunk pozitív eredményre, hiszen sajnos az Állatorvostudomány Egyetemmel légvonalban nagyon közel van, tehát 940 méter, és hát természetesen nekünk az Állatorvostudomány Egyetem azért nagyon fontos, és bízunk abba, ha annak idején a politika nem így állt volna hozzá, a lovasportok olimpiai története itt valósult volna meg, lehet, hogy már az infrastruktúra, már a kamionokat rég ki tudtuk volna tiltani, tehát minden mindennel összefügg. Tehát most tényleg arra kértük a lakosokat, nagyon sok jó hozzászólás volt, külön köszönöm nekik, tényleg a vadásztársaság képviselője, Bonc Tanya tulajdonosa, tehát pozitív és jó hozzászólásokkal segítették ezt az estét, és tényleg köszönöm nekik. Az elkövetkezendőkben pedig tényleg kértem a lakosokat, hogy mi egy megfelelő tájékoztató levelet fogunk a napokban kiküldeni. Ugye a képviselőtársaink között nem teljesen egyezünk, hiszen mi úgy gondoltuk, hogy ez a bizonyos esetleges petíció, amiket alá tudnak írni, vissza tudnak küldeni a lakosok, az egy 2-3 héten belül meg tud történni. Viszont van olyan képviselőtársunk, aki mindenféleképp a népszavazás felé szeretné ezt vinni. Hát elmondanám, hogy a népszavazás az még plusz 8-10 millió forintba kerülne a városnak, ráadásul rengeteg idő, arról nem beszélve, hogy az idén tudjuk jó, hogy két választás is lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne, és egyszerűbb számunkra is, a lakosság számára is, és ha ezek visszaérkeznek, átgondolják, akkor ezt továbbítani tudjuk a belügyminisztérium felé. Természetesen eddig is írtunk már levelet, és a cél az, hogy nem is igazán a beruházással van problémánk, hanem magával a helyjel, a területtel. Ezt kérvényeztük meg, jelen pillanatban még választ nem kaptunk, úgyhogy igyekszünk dolgozni azon, hogy ezek az anyagok mielőbb a lakosság részére kijussanak, és február 15-éig kérjük, hogy ezeket mindenféleképp küldjék vissza. Igyekszünk minden
postaládában minden szavazópolgár részére sorszámozottan kiküldeni ezeket a lapokat, és természetesen tájékoztató anyagokkal együtt. Azt a tájékoztatót lehet, hogy egy kicsit hosszú, de én kérem szépen, hogy legyenek türelemmel, olvassák végig, és belátásaik szerint legyenek kedvesek behúzni, hogy igen vagy nem, mit szeretnének, és mindenféleképp juttassák vissza az önkormányzat részére. Igen, igyekszünk sorszámozottan, és itt is utána figyelemmel fogjuk kísérni. Ha esetleg valaki lefénymásolja, akkor már látjuk, hogy az azért nem korrekt, úgyhogy ezért próbáljuk ezt így megoldani. Egy nappal a lakossági fórum előtt megtartott testületi ülésen a képviselők a kijelölt területre azonnali változtatási tilalom bevezetéséről döntöttek, és egyhangulag megszavazták, hogy egész Üllő közigazgatási területén ne legyen lőtér.